Köszöntök én is mindenkit. Nem tudom, hogy mennyit és hogyan láttok. Ha lehet-e hallani ezt a beszélgetést, illetve engem. Hallunk, de még nem látunk téged. Még nem. Ó. A zseniális. Jó, meg vagyok, időközben megérkeztem. Jó. És akkor a prezentáció is úgy látom. Jó. No. Tehát akkor kódolás, kommunikáció és kreativitás. Ez volt a webináriumomnak a nagyon jó csengő és alliteráló címe, de azért a szokásos unplugged játékok az ott szerepel alatta, és hát mindenkinek fölhívom a figyelmét arra, hogy ugye az ötödik kódbükről van szó. Nagyon halkan hallotok? Hogy tudok én kiabálni? Megpróbálok állítani valamit a hangerőmön, de nem megy. És most jobb. Igen. Jó. Jó. Akkor kezdjünk. Még szoknom kell a felületet. Igen. Tehát, unplugged játékok. Egy nagyon zseniális összefoglaló van. Szeretné, hát ez jó lesz, mert éppen... Hoppá, igen. Szeretnék kezdeni. És teszem én ezt azért, mert mindenki az informatikával azonosítja az algoritmikus gondolkodásnak a fejlesztését, de pontosan azért, mert a kódvik ugyan a kódolásról szól, de a kódolásnak nem csak az informatika óra lehet a színtere, hanem éppen azért, hogy... Igen. Éppen azért, hogy mindannyian, és úgy is lett megkérdetve a webinárium, hogy nem csak az informatika órán, én ezért választottam a kódolás mellé a kommunikáció és a kreativitás címeket. Ugyanis, hogyha megnézzük az informatikai kompetenciákat, amit ugye 2010-ben részleteztünk, és megnézzük a Priavra Tibor által nemrég összeállított 21. századi képességeket, illetve amire a hangsúlyt helyezzük, akkor a tudásépítés, az együttműködés és az IKT használat kerül előtérbe, és én úgy gondolom, hogy ezeknek a témaheteknek valóban az lenne a legfontosabb gondolata, hogy valós problémákat együttműködve oldjunk meg, természetesen használjuk hozzá a digitális technikát, és ugyanakkor ezzel a gyerekek gazdagodjanak és tudást építsenek. Nem csak programozásról lesz szó, és ugye magyar-orosz szakos tanárként is mondom azt, hogy a programozás az voltaképpen mindenben ott van. A hétköznapi algoritmusokat mindenki használja, ezeken ugye bármikor találkoznak vele a diákok, azon kell dolgoznunk, hogy ne csak az algoritmusnak a sémáját tanulják meg, hanem ugye ennek a kreativitás, tehát a váljon az algoritmus és az algoritmus kialakítása a sajátjukká, tehát tudják felosztani ugye az algoritmus mi más, mint véges számú lépéssorozat egy probléma megoldásában. Tehát kisebb részekre bontva a részek már analóg begyakorlott ismereteken alapulnak, és akkor kreatív megoldásokat próbálunk tőlük kapni. És akkor természetesen nekem ez áll a szívemhez közel, hogy a programozásban ugye ott a művészet, a logika, a történetmesélés és az üzleti gondolkodás. Úgyhogy a továbbiakban én erre építem föl a prezentációmat, és az, hogy ezeket az unplugged játékokat milyen órákon
hol és hogyan iktassuk be. Hát erről egy nagyon rövid összefoglalót látunk itt. A hely az gyakorlatilag mindenféle lehet, hiszen tanórán ugyanúgy, mint egy informális alkalommal egy klub vagy egy szakkörfoglalkozáson, vagy akár szabadtéri játék formájában is előkerülhetnek ezek a unplugged játékok. Ugyanakkor nagyon meg kell néznünk, hogy milyen időintervallumot tudunk erre szánni, tehát ez egy kis icebreaker game, vagy tehát ilyen jégtörő játék, vagy csapat kialakításhoz használjuk majd, vagy a projektnek egy szerves része lesz a játék és egy kreatív probléma megoldás. A módszer általában az egyéni tevékenységet ebben nem támogatom, vagy nem annyira helyezem előtérbe. Ez egy csoportos, páros munkaformán alapuló tevékenység. De a mozgásos játékoktól kezdve a történetmesélésen át a matematika, a logisztorik és az egyéb kreatív feladat megoldásokig mindenféle tevékenységre alkalmas, és ezáltal próbáljuk meg a képességeiket, illetve a készségeiket fejleszteni. Ami pedig a legfontosabb, az eredmény, és azért tettem ide ezt a kis fura maszlop piramis, mert ugye gyerekek szokták mondani, hogy a lényeg az, hogy a piramis alján ott legyen a wifi, de én pedig azt vallom, hogy a piramis teteje a fontos, és az élmény alapú alkotás és a produktum. Ugyanakkor nagyon fontos lenne, hogy ezeket a játékokat ne csak a feladatmegoldások során használjuk, hanem akár az értékelésre is. És akkor kezdjük is az informatikánál, legalábbis mindenki informatikának tulajdonítja ugye ezt, ezeket a klasszikus Technics logó játékokat. Itt a kis tanítványaim láthatók. Egy kicsit megváltoztattuk a Technics kertet, különböző történeteket kreálunk. Jelen pillanatban ugye a jelzőlámpa jelzéseit láthatjuk a táblán. Ugyanezeket a kis táblatörlő szivacsokat, akár az emotikonokra is, tehát a dühös, az irigy, a zöld, ugye a rosszul van, stb. Érzelmek kifejezésére is tudjuk használni. Tehát mindenféle képpen tudunk valamit kódolni, mögé helyezni, egyfajta történetet kialakítani. És az is nagyon aranyos dolog, amikor ugye a Technics kertben, ez egy kockás lap, vagy A4-es lapokat is akár le lehet tenni, de hogyha egy folyosó rész, vagy egy udvari terület van, amelyik metlakélkővel, vagy ilyen járólapokkal van lefedve, akkor azokon is nagyon nyugodtan játszhatjuk ezeket a játékokat, és ezt például versennyé is lehet fokozni, ahol a Technics menedzserek irányítják majd a mi kis tekinket, és úgy mennek el a barátaikhoz, megkerülve a virágokat, az útjukba akadó akadályokat, tavakat kikerülve, salátáikat megeszegetve eljutnak a célig. Tehát itt kell arra törekedni, hogy ne egy unásig ismételt sémát gyakoroltassunk be, hanem a kreativitás az teret nyerhessen. A modern változata ennek a Technics játéknak, elnézést a változatásért, de valami miatt nem szereti a gépem, a klasszikus irányjátékoknak a következő eleme, a Technics helyett a kis bíbot méhecske. Bíbotot egyébként be is tudom itt mutatni, mert egy nagyon cuki kis jószág, és a gyerekek is nagyon kedvelik. Egyedül egy kis töltője van a csomagban, illetve maga a játék, amit hogyha bekapcsolunk, akkor jelzi, hogy ő munkára és harcra kész, és a hátán lévő kis gombocskákkal irányíthatjuk, hogy ő előre jobbra forduljon, és hogyha letesszük a 15 centit meghaladó méretű
terepre, és elindítjuk, akkor ő elindul, elfordul, és jelzi, hogy ő megérkezett a céljához. Ezt nagyon szeretik a gyerekek, és játsszák előre elkészített pályán, a már említett teknőckádban, illetve akinek nincsenek ilyen eszközei, ez egyébként beszerezhető és használható óvodáktól kezdve általános iskola alsó tagozatban, azok akár kupakokból, vagy plusz figurákból is kialakíthatják ezeket a játékokat. A lényeg az iránykártyáknak a használata, illetve az irányoknak. Az iránykártyákra a Code Vic olasz csapata alkotott egy nagyon remek társasjátékot, mindenkinek tudom ajánlani a Kodi Robi nevezetű játékot. Itt az első képen láthatjuk a három iránykártyát. Itt az az érdekessége, hogy még ugye a Bibotnak van a hátramenet is, ők ebben a kártyában csak az előre irányal operálnak. Ugyanakkor egy nagyon aranyos kis társasjáték lapot is készítettek hozzá, bábukkal, amin számtalan játék leírás is van a megosztó, videó megosztó portálon. Ezt a kettőt kombinálva szoktunk mi nagyon sokat gyakorolgatni, és ennek analógiájára a gyerekek, és itt jön be a kreativitás, elkészítették a saját csoportjuknak a érdeklődési körüknek megfelelő kártyáikat. Vajon kitaláljuk-e, hogy kik azok, akik a Lego iránt érdeklődnek, kik azok, akik mondjuk fiúk, vagy nagyon csini lányok. Szerintem ezt így ebből kitalálhatjuk, és hát ennek a játéknak is rengeteg formája létezik, és hasznos szórakozás lehet az órákon. Még annyira visszatérnék, hogy nagyon kedves kolléganőm, tehát beszélünk itt az alsó tagozatos és óvodás korosztályról, ugyanakkor, mint irányjáték, például a méhecske, ugye az előbb említettem, hogy amikor nem szól be, hogy most már szeretne dolgozni, vagy befejezte, 15 centis lépésekkel közlekedik. Na most egy világ térképre ráhelyezve, vagy egy Magyarország térképre ráhelyezve is hasonló módon lehet vele dolgozni, és nyelvtanárként pedig ott van a másik felhasználási lehetősége, vagy kihasználási lehetősége ezeknek az irányjátékoknak, a klasszikus how to get szituáció, hogy hogyan jutok el A-ból B-be. És akkor ott is akár angolul, akár egyéb nyelveken balra, jobbra, menj előre, és ezt egy ilyen kis eszközzel kombinálva a nyelvtanulás is szerintem kellemesebb lehet. Informatikai játék a robotkar, ami szintén egy irányjáték. A fönti séma, amelyik ugye a nullától mínusz egy és hat lépés távolságra teszi a poharaknak az elhelyezkedését, de természetesen bárhova, bármilyen formát kialakíthatunk a műanyag poharaink segítségével, fölfelé és lefelé álló poharakkal dolgozzunk. Én azt javaslom, hogy 3-4 pohár szélesség, illetve magasságnál tovább ne menjünk azért a feladatokban, mert a gyerekek elunyhatják, illetve ha azt kérjük, hogy az irányokat kódolják le, jegyezzék le a nyilakkal, akkor az egy idő után fárasztó tud lenni. Viszont itt hozzá tudjuk őket szokatni ahhoz, hogy készítenek egy megoldást, azt ellenőrzi a csapatnak a másik tagja, tehát van egy tesztelés, és a hibajavítás is megtörténik a tesztelés után. Vagy akár csapatok egymást is tudják ellenőrizni, tehát itt egy reflexió is azonnal kérhető. A poharaknak a kedvenc felhasználása nálam a pohár torony, ami a csapatépítésben, és én hozzáteszem, hogy a fegyelmezésben, vagy az egymásra figyelésben egy nagyon jól használható dolog, ugyanis a gyerekeknek a középen látható
postás gumi és a papírklipszek segítségével, vagy akár egy rákötött madzag segítségével, esetleg csak az ujjaik hegyével érintve, hárman, mert az egy ilyen stabil kombináció, hárman kell a poharakat egymásra helyezni, és mind a hármuknak nagyon kell figyelni egymásra, csak úgy tud felépülni a torony. Itt azért a széthúzásnak a káros hatásaira fel tudjuk hívni a figyelmet, pláne, hogyha a gumis verziót használjuk. A középső képen még a poharaknak egy másik felhasználása, a binális kettes számrendszer bevezetése kapcsán is fölmerül, de nyilván mögötte látszik a klasszikus ábra a rendezésekre, amire később vissza fogok térni. A történetmesélés, és az, hogy hogyan lehet a unplugged játékokat egy kicsit most már az informatika felől a humántudományok felé, vagy akár az olvasás, fogalmazás, szövegkészítés felé elvinni. De még mindig az idő vonalnál és a sorrendiségnél maradva. Az első képet nagyon szeretném mindenki figyelmébe ajánlani, mert ez talán a legszebb példája annak, hogy mennyire nem biztos, hogy azt kapjuk a feladatok elkészítése során, amire vágyunk. Ez egy nagyon régi kis munkafüzetben szerepelt ez a feladat, és annak idején az a válasz hangzott el gyermektől, hogy ezek az események így időrendi sorrendben tökéletesen helyen vannak, tehát itt semmiféle cserét nem javasolt. Kicsit ijesztőleg hatott, mert ugye az ember mire asszociál, gyerek elesik, mentő jön, stb. Stb. Na most a válasz az volt, hogy a mentő elütötte a kisfiút, aki, és a további történet már rendben van. Tehát azt kell lássuk, és az utóbbi időben nagy örömömre egyre többször hallom azt, hogy az egyéni megoldások, amennyiben azok valóban megindokolhatóak és működnek, akkor igenis el kell, hogy fogadjuk. Kreativitásra és történetalkotásra nagyon nagy teret enged a bármilyen betűkártya, tehát most a klasszikus kép az ott van, de a Scrabble, a kockák, bármilyen olyan kártya, amivel szavakat lehet kirakni, előre elkészített azokból különböző újabb szónak az alkotása, vagy a Scrabble jellegű keresztelkényes feladatok megoldása, esetleg történetalkotás is lehet a következő történetmeséléses feladat. Nagyon fölkapott és nagyon divatos, a gyerekek is nagyon szeretik mostanában az emojikkal előadott történeteket, vagy pedig az emotikonos titkos írást, amikor különböző emojikkal írnak le mondatokat, vagy filmcímeket, könyvcímeket, esetleg egy rövidebb történetet. Szerencsésebb helyzetben lévő kollégák, és bízom benne, hogy vagytok így sokan, digitális 3D nyomtatóval már illusztrációkat és kis figurákat is készíthetnek a történetmeséléséhez, és akkor így is kapcsolódik a kódolás és az informatika a magyarhoz, mert mondjuk János Vitéz egy ilyen kis szívmedált ajándékozva Iluskával, hát szerintem biztos, hogy a digitális Iluska jobban a szívébe zárja, és bármilyen társas játéknak a kis figurái a tanárblokk kis képe alapján látható, és kinyomtathatók és használhatók esetünkben. Ugyanígy nagyon jó kis történetmesélés lehet a hűtőmágnes sztorik, amiknek a képeit is feltüntettem, illetve az állatkertem, amit ott papírzsebkendőkből láthattok, az egy bíbott projekt volt, egy versenyfeladat, és én ezt így oldottam meg, hogy
képek nyomtatása helyett, és ezt használtuk. De rengeteg játékra és unplugged szórakozásra ad lehetőséget a Lego. Ennél a feladatnál, vagy ennél a feladat formánál szintén csak a kreativitásunk szab határt, mert építsenek valamit csak adott színből, vagy építsenek valamilyen adott tematikából, illusztráljanak mesét, találjanak ki a felépített dolgokhoz saját történetet, tényleg a lehetőségek száma végtelen. A következő nagyobb projekt, tehát itt mondtam azt, hogy nem mindegy, hogy egy kis időkitöltő feladatot keresünk, vagy egy komolyabb és hosszabb projektet, tervezzenek saját társas játékot. Ezt akár a húsvéti időszakra, akár ugye októberben a COVID kapcsán bármilyen speciális helyi történésre, irodalom vagy történelem anyaghoz kapcsolódóan, de akár játékokhoz kapcsolódóan is elő lehet hívni. Én a klasszikus feladatot mondom, amit olyan körülbelül egy-másfél óra alatt nagyon jól meg lehet oldani gyerekekkel. Egy 20-24 kockányi társasjáték tervezése, ahol 3-5 jutalom, illetve büntetésmezővel találkozik a gyerek, írja meg a saját kis történetét, és készítse el gyurmából, legóból, bármiből a szereplőket. Nagyon szokták szeretni, és tényleg nagyon kreatív megoldások születnek. Ugyanígy a puzzle, a másik klasszikus, rengeteg puzzle templétet, tehát sablont lehet használni és találni a neten. Itt témahéthez kapcsolódó puzzle-t osztottam most meg, és csoportok alakítására is szoktam használni. Itt nyilván, mivel több hasonló a témában kapcsolódó, valakinek úgy maradt a mikrofonja, témában kapcsolódó képet osztottam fel puzzle-ökre, és így a gyerekeket, ugye a gyerekeknek kell kiválogatni az adott elemeket, majd utána egyéni munkába összerakni, vagy páros munkában összerakni a puzzle elemeket, de csoport alakítása például úgy használhatjuk, hogy egy puzzle hátuljára, mondjuk egy 12 darabosra vágott puzzle, mert nekem olyanok vannak, 12 darabos puzzle-nél a klasszikus négy fős csoportokat, tehát vagy három darab négy fős, vagy négy darab három fős csoportnál a puzzle hátuljára érjük a csoportnak a számát, és gyakorlatilag az összerakott puzzle-ből választ egyet, vagy kiosztjuk előre a véletlenszerűen a puzzle darabokat, összeépítik, és aztán így megtudják, hogy ki hol van, tehát nyilván megnézve a hátlapján szereplő számokat. Logisztorik és fejtörők, és akkor itt egy kicsit kimennénk a játékból és a szabadba, tehát még mindig nem gépen, hiába szerepel ott a klasszikus logó béka vágta vagy béka feladata. Ezt például úgy lehet egy unplugged feladattá varázsolni, hogy az ember 6-7 hula-hoop karikával érkezik az órára, és sorba rendezi, vagy a Traffic Jam nevű játékot, ugye ABC 1-2-3 emberkéket, tehát 6 tanulót 7 darab hula-hoop karikában, mert ugye közöttük van egy üres hely, mint ahogy a békáknál is lehet látni. A feladat pedig az, hogy cseréljen a két csapat helyett. Ugyanígy az átkeléses játékokat, a klasszikus átkeléses játékokat is lehet dramatizálni. Én úgy gondolom, hogy sokkal motiválóbb a gyereknek az, hogyha részese ennek a játéknak. Akár gyufás feladatokat, ugye nagyobb méretben spatulával lehet játszani. Ezeket a spatulákat egyébként a kettes számrendszer tanításakor is előszeretettel használhatjuk, és elérkezünk a történetünknek a
titkosírás, kódfejtés részéhez. Közben, hogyha úgy érzitek, hogy hadarok, vagy térünk vissza dolgokhoz, akkor majd jelezzétek, akár menet közben is. Tehát a kódfejtés és a titkosírás, és akkor itt megszólal bennem ugye akár a magyaros, akár ugye humán ágon a történelem órákhoz is kapcsolódhat egy-egy ilyen kódolásos feladat. De ami az én szívem csücske, az nyilván az informatika és az ASCII kód. A bináris kódról már beszéltünk, jöhet az egyesek és nullák sorozatának egy újabb versenyzője, írjunk üzenetet. Látható, hogy a felső sorban egy konkrét betű szerepel. Hát most a csatablakot nem látom, de úgy kérdezzem meg, hogy megtaláljuk-e az adott betűt, és vannak-e tippjeitek, hogy melyik betűt látjuk. Csak azért, hogy kíváncsi vagyok, hogy figyelnek-e a hallgatóságban, vagy csak a saját hangomat hallom. És ez egyébként egy kicsit áthajaz Amáliának a webináriumára, ugyanis ő ezt Legóval kódolva már említette. Ez megint azért nagyon fontos, mert így is lehet látni, hogy a lehetőségek végtelenek szerintem ebben is. De ha nem egymás mögötti 8 biten fogok ábrázolni számokat, hanem mondjuk egy 4x4-es kockában számokat, betűket, akkor a nevének a kezdőbetűit, ha csak nincs több neve, tudja ábrázolni, vagy kétbetűs szavakat, de akár egy teljes üzenetet is le tudunk kódolni így. És erre is vissza fogok térni. A Ki vagyok én című játéknak a felhasználása, én odaírtam, hogy szótanuláshoz és évszámokhoz. Ugyanis ez is kódolás valahol, képzeljünk el mondjuk egy 6 tagú csapatot, akik kapnak 3 évszámot és 3 3 évszámot és 3 eseményt mondjuk. A diákunk látja a fönnmaradó 5 elemet. Ez lehet akár évszám, 3 évszám, 2 esemény, akkor ő rájön, hogy vélhetően nem évszám lesz, és összepárosítva a két másikat, szerintem föl kell, hogy ismerje a Highlander csak egy maradtat alapon azt, hogy ő ki lehet. Ugyanez a szótanulásnál egyértelmű angol, magyar vagy egyéb idegen nyelvekkel is hasznosan megoldható ez a feladat. Jó. Kérdezem közben, hogy hallotok-e, mert nekem úgy tűnt, mintha megállt volna minden, legalábbis a csetablakot sem igazán látom jól, de remélem, hogy technikai akadály nincs annak, hogy tudjuk folytatni. Jó, köszönöm a visszajelzést, és akkor nézzük a következő lehetőséget, vigyük ki a játékokat a szabadba. Mert mindig azt szoktuk mondani a gyereknek, hogy ne ülj annyit a gép előtt, és egyébként is unplugged-ot ígértem. A képen egy gyereknapi felhozatal volt, amikor a dühös madarakat kivittük egy házilag készített parittyával az udvarra, és egyéb számítógépes játékokat is, például az Amoeba, játszhatunk a szabadban, és a mai, vagy mostani kódbükre is hasonlóan készülök, hogy már látom, hogy melyik játékot szeretném, ha nem is a szabadba, de mindenképpen a gépen kívül játszani. Mindjárt meg is mutatom. Ugyanakkor egy kicsit kihelyezve az informatikai vonulatból, vagy a gépből, meg a kivetítőről, a folyamatábrát
amint laminált és lapokon és elemeken vittem be, úgy látom, hogy a képen még nem a alakzatra vágott verzió látható, de természetesen van már olyanom is. A folyosó kövén rakosgatva, én úgy vettem észre a visszajelzésekből, hogy sokkal hatékonyabban tanulnak meg dolgokat és összefüggéseket a gyerekek. Ha nem is akarunk teljesen a folyosón csúszni, akkor oda is írtam, hogy Bognár Amália projektje alapján, tehát a történetmesélés Scratch programozással és Scratch kártyákkal a programból kinyomtatott kis kártyákat összeillesztve tudják reprodukálni az adott történetnek a menetét. Például ezt el tudom képzelni akár egy március 15-i eseménysorral, de én attól sem riadok vissza, hogy igen, nem riadok meg, hogy történelmi eseményeket, csatákat, vagy egymást követő évszámokat, időpontokat kössenek össze akár egy teknőcjátékkal, akár egy bíbott pályával, és ez a felidézést is, illetve a számonkérést is mókássá tudja tenni, hiszen kapcsoljuk a tantárgyi tartalmat egy mozgásos vagy egy irányjátékos cselekvéssorhoz. És ugyanakkor el kell mondani a feladatnak a lépéseit. Rendezések. Nagyon szeretik, és hát ugye a picurkáim alatt a legnagyobb videó megosztón látható néptáncpáros klasszikus képe. Szeretik a gyerekek a rendezéseket, és a bináris kódnak a gyakorlását is. Itt a kódsornál ugye azt a feladatot adtam, hogy a számrendszer átváltáshoz használják ezeket a kis kártyákat, és a nulla az elfordított lap, a egyes pedig az adott helyi értéken lévő szám. Hát oda is tettem egy kis mókás arccal, hogy a gyerek bizony néha sajátságosan értelmez dolgokat, de ettől vidám az életünk, és vicc nélkül szerintem nem is érdemes ezt csinálni. Az is nagyon mókás, amikor ezeket a kódokat a Computer Science Unplugged honlapon van egy közel egy órás videó egyébként hasonló Unplugged játékokról, és ott láttam ehhez a játékhoz hasonlóan azt, hogy a modem hangjait utánozva a mély és magas sípolással, ha van ott helyi értéken elem, tehát egyes az értéke, akkor ugye magasan sípol, ha nincs, akkor mélyen, egyezményes jelekkel, és akkor az is mókás, hogy leolvassa a gyerek az adott értéket. Most így ezt én kihagynám, mert egy ilyen bíp, 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 ez most tőlem nem hangzana teljesen jól, de ott adott szituációban tökéletes. Másik nagyon jó játék az, hogyha ugyanezeket a rendezéseket ezen a csoda jó kis pályán játsszuk le, a gyerekek a szomszéddal összehasonlítgatva kisebb és nagyobb irányba ugye szétválnak. Az összehasonlítások végére szépen kialakul közöttük a sorrend. Ez természetesen nem csak 1-től 6-ig tartó számokkal az adott pályán tudom elképzelni, hanem egymástól teljesen távoli számokkal, illetve számkör bővítésnél a tudom én, ezres számkörben az 1623, 7412 és sorolhatnám összehasonlításával, vagy pedig az ötödikes matek munkafüzetre gondolva a mértékegységek összehasonlítása is egészen mókás lehet így, ha mondjuk a 4000 gram találkozik a 40 kilóval, és nekik el kell dönteniük, hogy vajon melyikük a kisebb, mert akkor a mértékegység átváltást is úgy csempészem bele ebbe a folyamatba, hogy
A gyerek lehet, hogy észre sem veszi, hogy közben még tanul is. Tehát ezt egy nagyon jó kis gyakorlatnak tartom. Ezeket a bináris mókákat lehet még fokozni. Mindig nagyon szeretik a bináris órának a megismerését. Én úgy gondolom, hogy jó alkalom ez arra a kódig, hogy akár ezt bemutatjuk. A bináris szülinapi gyertya, ami még nagyon aranyos tud lenni, és hogyha ezt a tortát felezgetjük, mert mindenki szeretne egy fél tortát, akkor az első ember megkapja a torta felét, majd megyünk tovább a fél tortával, és akkor egy fél tortát adunk a következő embernek is, így az inverz hatványokat is egészen látványos módon tudjuk bemutatni nekik. És az előbb már említette, az ASCII kódnál említettem azt a másik játékot, amit szintén erről az Unplugged oldalról szedtem a képet. Amikor egy szöveget kódolok le, vagy egy számsort, és a gyerekeket megkérem, egy ilyen 5x5-ös, 6x6-os négyzet kirakása után, hogy fordítsák el az egyik kártyát. Majd nagyon nagy csodálkozásukra jó eséllyel tudom megtalálni azt, hogy vajon, ugye nyilván átváltva ezt az értéket, visszakódolva, rá fogunk jönni, hogy hol is volt ez a csere. És ez egy kicsit varázslat, egy kicsit meglepő tud lenni, nagyon szokták élvezni. És hát akkor, ha már pixeleknél tartunk, és a fekete-fehér dolgoknál, gyakorlatilag ezt a image reproduction, tehát a reprodukciót, tehát amikor image presentation, hogy bemutatok egy alakzatot, ezt ugyanúgy kockás lapra a fekete és a fehér nézetek számának megadásával és a kód megadásával meg tudom csinálni. Ezt látjuk itt az A betű lekódolásával, de bármilyen, akár nekik tetsző kis számítógépes játékfigurát le tudok kódolni, vagy kis állatokat, és ezt nem csak a lapon tudjuk megtenni, hanem olyan formában is, amikor nem csak a számokat írom le, hanem páros játékot játszunk, mégpedig úgy, hogy az egyik gyerek megkapja a kis figurának a képét, mint amit mondjuk ott a képen is látunk, és a másik pedig megkapja az üres lapot, és az ülő gyereknek, tehát az ülő gyerek kezében van a kész ábra, az ülő gyerek hátán kell elkészítenie, vagy háttal egymásnak ülve kell elkészítenie az adott instrukciók alapján. Tehát például ugye, vagy elmagyarázza a mondatszerű leírása, hogy az első sorban minden kocka fehér, vagy pedig ugye az előbb említett visszaalakítással azt mondja, hogy 3, 1, 5, 1, 3, és soronként végigviszi az utasításokat. Egy kicsit elszakadva az Unplugged-tól, de úgy gondolom, hogy ide tartozik ez is, az informatika órára, ha nem is Unplugged, de becsempészhető a Pixel Excel nevezetű végtelenül jó móka, amikor hát az Excel táblát alakítom át egyenlő oszlop szélességű és sormagasságú tereppé, és szépen pixelenként rajzolgatom ki a szemlélszebb dolgokat, ezzel egy kicsit már előre vetítve a post-it alkotásokat, amik most megint csak nagyon divatos és jó kis mókák. Nagyon jó játék még a ilyen színű kártyát látsz. Ez természetesen a gyerekeknek egy nagyon jó kis jégtörő játék. Tehát a piros, a kék és a fekete az, ami most ugye a képernyőn szerepel. Ha nem ezt láttuk, akkor mosolyogjunk egyet. És szerintem nagyon szívesen fogják játszani ők is ezeket a felvillanó kis cetliket. Imádják, megkockáztatom, hogy akár számháború szerű játékkal is el lehet ezt játszani.
A eredetileg szláv oldalról származó kis játékkártyák közel hasonló feladatot adnak. A kártyát nézve kell leutánozni a mozgást, illetve a kártyáról az adott gyerek elmondja a társának, hogy milyen mozgást szeretne látni. Tehát ez is egy utasítás sorozat, egyfajta átadás. Itt is nagyon mókás eredmények szoktak születni, mikor a szemben álló gyerek bal keze az a másik oldalon szokott lenni, és így tovább. A következő játék még mindig a matematikához kapcsolható, de ugyanúgy egy technika vagy egy napközi foglalkozásba is beilleszthető, nagyon-nagyon kedvelt játék elemeit, tehát nem csak a Máriót, hanem a Minecraftot is imádják a gyerekek. Ebből a Papercraft játékokat tudom ajánlani, mert egyrészt a manuális képességük is erősödik ezáltal, másrészt pedig ugye, ha egy ilyen oak tree-t, egy ilyen fát össze tudnak rakni, és miért ne tudnának, akár a felszín térfogat is egy kicsit más megközelítésbe kerül, és lehet, hogy szívesebben tanulják, vagy játsszák végig ezekkel a kis papírkraftokkal. Hasonló játék a honfoglaló dobókockákkal. Itt ketten játsszák a játékot, két dobókocka. Nem feltétlenül szükséges a két-két dobókocka, csak be akartam mutatni, milyen sokféle dobókockám van. Tehát a játék menete az, hogy az egyik játékos két dobókockával dob, és mondjuk jelen esetben egy 6 és egy 1-es szerepel ugye a barna fa a dobókockán, tehát egy egyszer 6-os területet tud lefedni a rózsaszín játékos. A zöld játékos dobókockáit ugye az 5 és a 3 hagytam még ott, ő pedig egy ekkora területet, és akkor dobásonként nyilván az egyszer 1-es és a 6x6-os terület is játszik, a győztes az az, aki alapból a nagyobb területet foglalja el. Lehet harcos módon is játszani, ez ugye úgy néz ki, hogy akkor valahogy vagy be kell keríteni a másikat, vagy el kell zárni valamilyen útvonal elől, de ezt is nagyon kedvelik. És akkor eljutottunk a mostani ügyeletes kedvencemig, hogy a Tetriszt hogyan lehet kivinni a gépből, és jön a post-it szekció. Szerintem ez akár egy matek órán, akár egy napközis foglalkozáson a napnak a fénypontja lehet, mivel hát az élő Tetrisre, az ilyen kinektes mozgásos Tetrisre azért nem hiszem, hogy minden iskolában lehetőségük van a gyerekeknek, de azt is egyébként nagy szeretettel tudom ajánlani, hogyha olyan helyen járnak osztálykiránduláson. És akkor a post-it művészetéhez kapcsolódva még mindig a Pixel Excel vonalon, illetve a tényleg valódi posztitokkal való képalkotásra buzdítanék bárkit. Szerintem egy ilyen arc készítésben mindenki nagy örömmel tud benevezni, vagy pedig a játékfiguráknak a megalkotása is egy jó kis feladat lehet. És az értékeléshez érkezve, az Unplugged értékelésnek az a formája, nagyon hálás vagyok, egyik angol oldalon találtam a piroskék, tehát a kisebbik kártyákhoz való anyagot. Ez a magát a munkafolyamatot jelzi a tanórán, és akkor ez egy kicsit a hangzavart hivatott csökkenteni. Nagyon jól működik. A diákok ugye az el sem tudom kezdeni a feladatottól, egészen a készen vagyok, tudok más embereknek segíteni, és akkor ez is az együttműködésre tudja őket ösztönözni és a segítségnyújtásra. Ugyanennek teljesen változatlan formájában alkalmaztam, és nagyon hálás vagyok a kolléganőnek a megosztásért, egy közösségi portálon találtam, egy csoportban, magatartáskártya. Nagyon jó használható, nagyon jó kis dolog, és ugyanígy, ha csak a sima posztiteknél tartunk,
a gépre ragasztott haladok, jól vagyok, köszönöm, a like, illetve egy feltartott kéz, hogy kérdésem van, és nem szeretem, ha ezt a dislike gombot is megpróbálják alkalmazni valahogy, én így vagyok összerakva, de akár három opciója is lehet ennek az egy kis posztitnak. És akkor elérkeztünk, én úgy gondolom, a kis összegzésemnek, vagy ilyen kettcsinálomnak a végére. Tehát én azt mondom, hogy a kódolás az most már kicsit megváltozott üzemmódban, de nem a régi Hello World programozás, nem csak annyi, hogy beírom, hanem látszik egy kicsit az eddig felsorakoztatott, vagy a felemlegetett eszköztáram. Igyekezzünk minél színesebben, és én azt mondom, hogy ne csak az informatika órán ezeket a dolgokat elővenni, és ösztönözni arra, hogy a gyerekek a feladat megoldása során maguk tudják kicsi lépésekre bontani a folyamatot, megtervezni, és akár a már ismert lépések analógiáján, vagy azon túlmutatva kreatív megoldásokban, de önállóan, illetve együttműködve a társukkal oldjanak meg feladatokat, valós feladatokat, és úgy, hogy közben a tudásuk az bővüljön és épüljön. És akkor én tettem ide egy linket is, ami gyakorlatilag egyfajta összegzése a Science on Stage projektem, ahogy én ezt az informatika órán meg szoktam oldani. És köszönöm szépen a figyelmet, várom a kérdéseket a témával kapcsolatban. És közben én elvesztettem a webkamerát, hogyha jól látom. Nem tudom, milyen régen. Látom, hogy gépelnek többen, csak nekem. Jézusom, igen, megvan, megvan, megvan. Olvasom, egy pillanat, vissza kell néznem. Nem látom, így van. Köszönöm. Köszönöm, Hajni.